Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon örülök, hogy itt vagytok. Jézus nagyon szeret bátokat, és Jézusnak csodálatos terve van veletek. Nemrég egy hittan táborban voltam, és megkérdezte tőlem az egyik kisrác, hogy Atya, magával mindig ilyen csodálatos dolgok történnek, és meséltem egy-két kalandos sztorit, tavaly mi volt Brazíliában, hogy kerültem ide-oda, és hát, úgy tényleg elég fura és igaz sztorik ezok, vagy stoppolás közben mi történt, vagy hogy került meg egy elveszett tárgy, vagy valakivel miről beszélgettem, vagy kivel, vagy mivel történt valami. És kérdezte ez a kisrác, hogy Atya, magában mindig ilyen csodálatos dolgok történnek, hogy lehet ez? És akkor mondtam azt, hogy hát azért nem, a nap 24 órája az nem ebből áll, de most, hogy kérdezed, úgy belegondolok, hogy lehet, hogy azért történik velem ilyen sok jó dolog, mert hogy én másoknak tényleg mondom azt, hogy Jézusnak csodálatos terve van veled, veletek, és hát mivel ezt nem magamnak mondogatom, hanem másoknak okozok ezzel, remélem örömet, hogy ezt hallják, így hát biztos, hogy valami visszajut ebből rám is, hogy velem is csodálatos terve van az Úrnak, és hogyha én ezt másoknak hirdetem, akkor Isten nem marad valami szűkmarkú adós, hanem ő nagy lelkűen azt mondja, hogy fiam, örülök, hogy itt mondogatod a fél világnak, hogy nekem mindenkivel csodálatos tervem van, hát akkor veled is nagyon jó csodálatos tervem, mondhatja az Úr, remélem a mennyben az angyaloknak, hogy nézzétek ezt a fiamat. És így van ez veled is. Jézusnak veled is csodálatos terve van, és azt nem tudom, hogy pont éppen mi, de remélem, hogy az is az ő csodálatos tervének a része, hogy éppen hallod ezt az igazságot és ezt a tanítást. No, az evangélium ABC-ről van itt éppen szó. ABC egy nyelvnek a betűi, amikor mi ebből összerakjuk a szavakat, persze azért egy nyelv nem így jön létre, de az írásban azért mégiscsak, akkor ilyen kis alapegységekből indulunk el, igékből, kifejezésekből, hát aki tanul nyelvet, majdnem mindenki azt tudja azt, hogy igen, jó úgy megtanulni mondatokat, szófordulatokat. Hát én valahogy úgy gondolom, hogy az evangélium üzenetét is szeretem így összefoglalni ilyen kis szlogenokba. Hát most az evangélium ABC-nek a K betűje jön. Jézus föltámasztja a halottakat. Azért mondtam ezt így ki előre, mert amikor ezt halljuk, akkor biztos vagyok benne, hogy magrendül valahol belőle a gondolatunk, hogy ó, nekem is van olyan elhunyt szerettem, akit olyan nehezen engedtem el, vagy még nem is engedtem el, akkor most mit is jelent ez? Olyan sokan mondogatják azt, hogy onnan nem jött még vissza senki, akkor miről is van itt szó? Hogy lehet ezt érteni? A hiszek egyben kimondjuk azt, hogy hiszem a test föltámadását, és mit jelent ez? Erről is lesz ma szó, de nem csak erről, hanem Jézus csodatetteiről is. Hallgassuk az evangéliumot. Lukács szerint, 7. fejezet, 11. verstől. Történt pedig, hogy Jézus egy Naim nevű városba ment, és vele mentek tanítványai és nagy népsokaság. Mikor a város kapujához közeledett, íme egy halottat vittek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Amikor meglátta őt az Úr, megesett rajta a szíve, és ezt mondta neki, ne sírj. Majd oda ment, és megérintette a hordágyat. Erre azok, akik vitték, megálltak. Ezt mondta, ifjú, mondom neked, kelj föl. A halott pedig felült, és beszélni kezdett. Ekkor átadta őt anyjának.
Mindnyájukat elfogta a félelem, és így dicsőítették Istent. Nagy próféta támadt közöttünk, és Isten meglátogatta az ő népét. Az eset híre elterjedt egész Júdeában, és mindenütt a környéken. Mielőtt bárki azt mondaná, hogy ez egy szép régi történet, és ilyen csodák biztos nem történnek. Az egyház történelemben 2000 év alatt Jézusnak minden csodája megismétlődött nagyon sokszor. Van is egy ilyen könyv, hogy 400 halott feltámasztás a katolikus egyház történelmében. Ez a címe a könyvnek, hogy Lázár kelj fel. Igen, vannak ilyen csodák ma is. Hogyan indult az én történetem ezzel a gondolattal kapcsolatban, hogy Jézus feltámasztja a halottakat a halott feltámasztás csodájával? Még kispap voltam, ennek már 5-6 éve, ennek a történetnek. Ha nagyon utána nyomoznék az emlékezetemben, akkor lehet, hogy a pontos, hát nem is kell nyomoznom, le van írva, 2006. december 31-én, szilveszter napján lelki gyakorlatot tartottunk, és éjfélkor, amikor átmegyünk az új esztendőbe, volt egy nagyon szép szentmise, éjfél előtt, este 10-től éjfélig közben járó imát tartottunk, karizmatikusoknál szokás, hogy fölállnak kettesével az imapárok, és kijöhetnek az emberek imát kérni, és elmondják, hogy mit szeretnének kérni. Ez a lelki gyakorlat már több napja tartott, igazából ott voltunk 30-an, 35-en, de az utolsó estére jött néhány vendég is, akik arra az imaestre jöttek, és a szentmisére, és az éjszakai vírasztásra. És én egy paptestvérrel álltam föl egy ilyen imapárban, és kijött egy hölgy, aki nem volt ott a lelki gyakorlat elejétől. Már ahogy odalépett hozzánk, látszott az arcán, hogy nagyon szomorú volt. Nem tudtuk, mi történhetett, és elmondta, azt mondta, hogy nemrég jött az orvostól, megvizsgálták, és azt mondták, hogy a magzat meghalt a méhében, 3 hónapos magzat. Ennyit mondott, és azt mondta, hogy imádkozzunk most együtt. De nem mondott más konkrétumot, hogy imádkozzunk ezért, vagy azért, hogy most mi történjön. Még utána hozzáfűzte emlékezetem szerint azt, hogy egy hét múlva, vagy pár nap múlva vissza kell menni az orvoshoz, és egy újabb vizsgálatot készítenek. Az én emlékezetemben így maradt meg ez a történet, azt mondta az orvos, hogy és hogyha nincs változás, akkor el kell majd távolítani az anya méhéből nyilván ezt a magzatot, a halott magzatot, hiszen ha ott maradna, akkor abba az édesanyja is belehalna. És hát én teljesen döbbenten álltam a szituáció előtt. Nem tudtam, hogy hogyan imádkozzak, hogy mit mondjak, mit kérjek. Imádkoztunk úgy, ahogy tudtunk, vagy ahogy eszünkbe jutott, hogy Isten vigasztalja ezt az édesanyát. Aztán eljött az éjfél, megünnepeltük a szentmisét. Ez a hölgy egyébként az első gyermekét várta volna, hogy leterdelt ott az oltár mellett, és az egész misét végig ott élte végig, én pedig minisztráltam. És ugye a szentmisének az élménye úgy bennem összemosódott az ő nagyon megtört arcával, hogy időnként rápillantottam az oltára is, és ő rá is. És a szentmise után pedig volt egy olyan kis szokásunk, hogy minden résztvevő egy kis kosárkából húz egy cetlit, amin egy védőszent van arra az évre. És én abban az évben Árpádházi Szent Erzsébetet húztam ki. Korábban annyira nagyon nem ismertem. Hazamentem a lelki gyakorlatról, és egy
egy plébánián voltam, még átutazóban, amikor gondoltam, megnéztem az interneten azt, hogy ki is ez az Árpádházi Szent Erzsébet. Felmentem a katolikus.hu-ra, Szentek, Árpádházi Szent Erzsébet, csodái, és a legelső dolog, amit olvastam, az volt, hogy egy halott magzat életre kelt Árpádházi Szent Erzsébet közbenjárására. És hirtelen megdöbbentem, hogy mi van itt. Oldalra pillantottam, és ott a plébáni irodában, ahol internetoztam, a falon volt egy plakát, ami az volt, hogy Budapesten valamelyik kórház elé hívják az embereket egy ilyen életvédelme menetre, hogy oda mennek az emberek, és mindenki hoz egy kis pici rózsaszirmot, ott elhelyezi, és kérik a kórházat, hogy legalább azon a napon ne végezzenek el abortuszt. Na hát, nem kell, hogy mondjam, gondolom, hogy ez a hatás, és az, hogy Szent Erzsébet közbenjárással egy halott magzat föltámadta a lába, ilyen nagy csoda történt, és hogy ugye Szent Erzsébet jelképe a rózsaszírom, bennem hirtelen azt a hitot lobbantott a lángra, hogy ó, uram, hát akkor most föl fog támadni ez a halott pici gyermek az anya méhében, és úgy nagyon nagy hittel ezért elkezdtem imádkozni. Ez egy néhány nappal később hívott telefonon az a paptestvér, akivel együtt imádkoztunk a lelki gyakorlaton, és azt mondta, hogy nem támad föl a gyermek. És ekkor az a kérdés rendített meg, hogy hát az evangéliumokban tényleg vannak ilyen csodák. A szentek életében voltak ilyenek. Akkor most miért nem történt meg ez? Pedig én annyira hittem benne, pedig még itt jeleket is véltem felfedezni, amik erre utaltak volna. És onnantól kezdve elkezdtem ezzel a témával foglalkozni, nagyon sokat olvastam, beszélgettem olyan emberekkel, akik támasztottak föl halottat. És ezek a csodák úgy elkezdtek foglalkoztatni. A szakdolgozatomat is ebből a témából írtam, hogy Jézus azt mondja, hogy támasztatok föl halottakat, Máté 10:8. Utána pedig, amikor eljött a papszentelésem napja 2009. december 5-én, épp az volt az aznapi evangélium a papszentelés szentmiséjében, hogy támasztatok föl halottakat. És tele van a Biblia ilyen ígéretekkel, hogy Isten örök életet szán nekünk, és már időnként itt a Földön is ad olyan csodálatos jeleket, amikkel rámutat arra, hogy ő majd az idők végén is feltámasztja a halottakat. Nézzünk néhány részletet, először az Ószövetségi Szentírásból. Izajás könyve 26:19. Életre kelnek majd halottaid, holttestük feltámad, ébredjetek és újjongjatok, akik a porban laktok, mert világosság harmata a te harmatod, és a föld újjászüli az árnyakat. Nagyon szép ez a jelenet, ez az ige. Életre kelnek majd halottaid. Ez a mai örömhír, hogy Jézus feltámasztja a halottakat. Azt hiszem, mindannyiunk életében legalább egyszer van olyan, ha hosszú életét nézi valaki visszatekintve, hogy szeretnénk, hogy valaki visszatérjen a halálból, és legalább még egy pár évet élhessen itt a Földön velünk együtt. Szeretnénk valakit visszakapni egy időre, hogy aztán reményünk szerint viszont örökké együtt lehessünk. Nézzük meg ezt a kezdeti jelenetet az evangéliumból egy picit közelebbről. Egy halottat visznek ki, egy özvegyasszony egyetlen fiát, és a város sok lakosa kísérte. Jézus majd szembe ezzel a halotti menettel, és a városon kívül találkoznak. Jézus magad is jön egy másik menet, az ő tanítványainak a sokasága. Itt hozzák a koporsóban a halottat, mellette, mögötte az édesanyja, aki özvegyasszony, és azt halljuk, hogy ez egyetlen fiát kíséri ki. Hogy ez pontosan miből derült ki,
Azt nem tudom, de láthatta esetleg Jézus azt, hogy az özvegyasszony mellett nincs ott egy férfi, vagy nincsenek ott más fiatalok, vagy esetleg lehet, hogy az özvegyasszonyoknak a ruházkodásán, az öltözetén látszódott valami. A történet kihangsúlyozza azt, hogy egy özvegyasszony egyetlen fiát, vagyis ez az asszony, ez az édesanyja minden emberi segítséget elveszített. Még az is lehet, hogy nagyon szegény volt. A Bibliának ez külön témája, hogy ugye az árvák, az özvegyek, a szegények Isten szemében mennyire kedvesek, mert ők, akik olyan sokat szenvednek az életterhei miatt, Isten különösen is akarja őket vigasztalni. Árvák, atya, özvegyek vigasztalója, ugye Istennek ilyen neve is van a Bibliában. És ekkor maga Isten fia jön szembe ezzel a temetési menettel. És Jézus nem azzal kezdi, hogy hopp, na most tegyünk egy csodát. Tehát szó sincs itt valamilyen ilyen erőlködő bűvész mutatványról, valami világhírnév miatt. Jézus ezt eleve elutasította, ugye a magkísértés jelenetében, amikor a sátán odalép elé, hogy neked adom a világ összes dicsőségét, csak borulj le előttem, mondta neki a sátán, és Jézus erre azt mondta, hogy takarodj, sátán. Jézus tehát nem kereste a dicsőséget, hanem azt kereste, hogy mire van szükségük az embereknek igazán. És ez a szeretet jele. Odalép az édesanyához, magasik rajta a szíve, és azt mondja, hogy ne sírj. Tehát Jézus vigasztalni akar. Látja az édesanyja, hogy mennyire szenved. És odalép hozzá, talán még át is öleli, ez nincs így leírva a történetben, de miért ne képzelhetnénk ezt így el. Átöleli, magvigasztalja, talán magsimogatja, talán még az ő könnye is kicsordul. Ugye Lázár föltámasztása előtti jelenetben látjuk azt a János Evangélium 11. fejezetben, hogy Jézus, amikor közeledik a barátja sírjához, akkor ő is könnyekre fakad. Tehát Jézus odalép a gyászolóhoz, és azt mondja, hogy ne sírj. Maga Isten vigasztalni akar minden gyászolót, vagyis mindannyiunkat, hiszen senki nem tudja leélni úgy az életét, hogy ne halna meg valaki az ő közelében, az ő közvetlen közelében, aki miatt nagyon nagy magrázkodtatás éri őt, és fáj a szíve. Jézus tehát odalép hozzád, és azt mondja, hogy ne sírj. Ne sírj. Ezzel kezdi Jézus, hogy vigasztal. Ez az ő legfontosabb célja. Ezért is nevezi ő az ő lelkét vigasztalónak. Azt mondja, hogy az utolsó vacsorán az apostolainak, hogy jobb nektek, ha én elmegyek most a mennybe, mert ha nem mennék el, nem jönne el hozzátok a vigasztaló. A másik vigasztaló, így is nevezi Jézus, hogy az Atya egy másik vigasztalót ad majd nektek. Ezzel azt mondja, hogy ő maga is, Jézus, a saját küldetését vigasztalásként élte meg az emberek felé, hogy az ő küldetése az, hogy vigasztaljon. Vigasztalásra van a legnagyobb szükségünk. És a vigasztaló, a Szentlélek vigasztalt Jézus szavain keresztül. Minden, amit Jézus életében látunk, az a Szentlélek műve. Jézus tehát azt mondja, ne sírj. De ebben a helyzetben, és nem azt mondom, hogy ez kevés, hanem úgy látszódik, hogy ennek a vigasztaló erőnek még meg kell nyilvánulnia egy csodában is. Nyilván Jézus nem úgy kezdte el egy napját, hogy hát mászkáljunk át egy-két falun, városon, hol kik haltak meg, és támasztunk fel mindenkit. Jézus nem gép volt, aki számolta azt, hogy milyen statisztikák szerint minek kell történni ahhoz, hogy végre az emberek megtérjenek. Jézus figyelt a Szentlélek indítására, és az adott helyzetben ott akkor azt látta, hogy ennek az özvegyasszonynak olyan vigasztalásra van szüksége, hogy visszakapja a fiát, ezt a naimi ifjút egy időre. Hiszen a naimi ifjú üres sírjához nem zarándokolunk el. A naimi ifjú Lázár
vagy éppen Jairus lánya, akit Jézus föltámasztott, vagy az Ószövetségben, akiket Elizeus vagy Illés föltámasztott, vagy Péter és Pál, azok később újra meghaltak. De egy időre a szeretteik itt a földi életben visszakapták őket, vigasztalásként, a hitük magerősítéseként, azért, hogy maga Isten megmutassa azt, hogy Isten uralkodni akar a halál fölött. Egy erőteljes ige, egy erőteljes bátorítás Ózeás könyvéből, 13. fejezet, 14. vers. Kiszabadítom én őket a halál kezéből, megváltom őket a haláltól. Halál, hol van a mérged? Alvilág, hol a fullánkod? Jézus a halál mérgét, az alvilág fullánkját kitépi ebből az asszonyból, a vigasztalás csodája, a halott föltámasztás csodája által. És ilyen csodák vannak. Nézz utána, és hidd el. Maga Pál apostol azt mondja, 2. Korintusi levél 12:12. Az én apostoli mi voltom jelei, a végtelen türelemben, jelekben, csodákban és hatalmi tettekben nyilvánultak meg közöttetek. És amikor Jézus azt mondja a halottnak, ifjú, mondom neked, kelj fel, akkor a halott fölült és beszélni kezdett. Istennek van hatalma a halál fölött, mert Isten az élet Istene. Én vágyakozok arra, hogy lássak ilyen csodákat. De még jobban vágyakozok arra, hogy az a vigasztaló Szentlélek, aki ilyen csodákat tesz meg Jézus nevében ma is, az a vigasztaló Szentlélek betöltsön téged, és igazi hitet adjon abban, hogy van örök élet, hogy van remény. Hiszen a halott föltámasztás csodája, mint jel, az rámutat az igazi nagy jelre, Jézus föltámadásának a csodájára. Mert a csoda, az igazi nagy csoda, az Jézus föltámadása, hogy ő föltámadt a halálból, az Atya Isten föltámasztotta a Szentlélek erejében Jézust a halálból, azért, hogy legyőzze a halált, a bűnt, és végső jelét adja szeretetének visszavonhatatlanul. Belepecsételje ebbe a világba, hogy az élet az Úr, nem pedig a halál. Nyilván nekünk, nekem is, neked is eljön a nap, amikor ebben a világban a szívünk magát dobogni, és nem fogunk tovább élni. De ahogy a Szent Mise szövegében van, az egyik húsvéti prefációban, egyik ilyen imában, emlékezetem szerint, hogy a mi halálunk többé már nem reménytelen elmúlás. Tehát én is, te is a fizikai halálunk előtt vagyunk még, de ha hittel készülünk az örök találkozásra, akkor nem egy reménytelen elmúlás vár ránk, hanem az a bizonyosság, hogy örökké együtt leszünk Istennel, aki Szent Háromság, a végtelen szerető mennyei Atyával, Jézus Krisztussal, aki a mi barátunk, a Szentlélek Istennel, aki a mi vigasztalunk, és reméljük, hogy az összes embertestvérünkkel, akik elfogadták Jézus üdvözítő, szerető munkáját a saját életükben. Tehát életre kelnek a halottaink. Ne féljünk, ne sírjunk, vagy ha sírunk, akkor vigasztalódjunk, mert az Úr az utolsó napon mindannyiunkat feltámaszt. Reméljük az életre, és nem pedig az örök halálra, a kárhozatra, a bűnre, a sátánnal való elkárhozásra. Tehát ez a jel, a halott föltámasztás csodája, úgy is mondhatnám, egy pici jel, bár nagyon különlegesnek és nagynak tűnik, egy pici jel ahhoz a hatalmas jelhöz képest, ahhoz a jelhöz képest, hogy Jézus föltámadt a halálból. Egy hasonlattal szeretném ezt érzékeltetni. Láttam már olyat, hogy kulcstartóra az Eiffel toronyból készítenek egy kis pici ilyen makettet. Milyen ekkora Eiffel torony. Vagy esetleg valakinek egy még kisebb, kis pici, ekkora Eiffel tornyocska, itt van egy nyakláncon a nyakában. Na most az a kis pici Eiffel torony
hol van ahhoz az igazi Párizsban lévő hatalmas Eiffel-toronyhoz képest. És ha mi most elutaznánk Párizsba, és esetleg lenne egy kis Eiffel-tornyos kulcstartónk, akkor gondolom ott Párizsban nem azt a kis pici Eiffel-tornyos kulcstartót nézegetnénk, hanem csodálnánk azt a hatalmasat, igazit, az eredetit. Így van Jézus föltámadása és a halott feltámasztás csodája kapcsolatban egymással. Én hiszem azt, hogy szükség van ezekre a pici jelekre ahhoz, hogy a nagy jelben is hinni tudjunk abban, hogy Jézus Krisztus föltámadt a halálból. Nézzünk egy újabb, nagyon szép igét a Szentírásból, szintén Ózeás próféta könyvéből, 6. fejezet, 2. és 3. vers. Jöjjetek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő sebzett meg, de ő gyógyít is meg minket. Megvert, de gondjaiba is vesz minket. 2 nap múlva ismét életre kelt minket, 3. napon feltámaszt, és élünk majd színe előtt. Ismerjük meg, törekedjünk megismerni az Urat. Biztosan eljön az Úr, mint a hajnal. Eljön hozzánk, mint az őszi eső, és mint a tavaszi eső a földre. 2 kiváló, szent, gondolkodó, hívő gondolatát halljuk a halott föltámasztás csodájáról. Kis Szent Teréz. Megértettem, hogy szeretet nélkül semmis mindent tett, még a legragyogóbb is, mint amilyen a halottak feltámasztása, vagy a népek megtérítése. Azt mondja Kis Szent Teréz, hogy a legragyogóbb tettek közül való az, hogy népeket térítsünk meg, hogy halottakat támasszunk fel. De azt mondja, hogy ezek a legragyogóbbak nem érnek semmit isteni szeretet nélkül. Tehát nem azt mondja Kis Szent Teréz, hogy nincs szükség ezekre a csodákra, hanem arra, hogy ezek a csodák Isten szeretetének a célja miatt történnek. Mint ahogy Jézus azért támasztotta fel a naim ifjút, hogy visszaadja őt anyjának. Azért, hogy az anyja örüljön, ne sírjon, hogy újra együtt legyenek, és hogy ez a szeretetből fakadó csoda megerősítse az édesanyja hitét Istenben. Mert lehet, hogy ez az édesanyja elveszítette a hitét Istenben. És Jézus lehet, hogy éppen így akarta visszaadni az édesanyjának a hitét abban, hogy Isten jó. Nagyon sok ember elveszíti a hitét Isten jóságában, amikor valami tragédia történik az életében. Én nem hiszem azt, hogy nekünk tragédiákra van szükségünk ahhoz, hogy hinni tudjunk. Nekünk a jó Istenről szóló igazi tanúságtételekre van szükségünk. Valójában ez a csoda, és ezek a kis pici epizódok az evangéliumban, ezek tanúságtételek. Megtörtént eseményekről. Gondoljunk egy picit arra, hogy abba bele, hogy esetleg ez nem 2000 éve történt, hanem tegnap történt, a te rokonságod körében, éppen a te unokatestvéred volt ez a fiatal, és te esetleg ismerted annak az édesanyját. És te most életed végéig mindenütt azt mondogatnád, hogy képzeljétek, mi történt, milyen nagy csoda történt, és föl sem tudnád fogni, és az egész életedet megváltoztatnád, és te azt mondogatnád másoknak. Lehet, hogy ők nem hinnének neked. De az biztos, hogy te ettől hinnél. És lehet, hogy lennének olyanok, én azért hiszem, akik a te tanúságtételedre elmennének ahhoz a fiatalhoz, és igen, tényleg, mi történt veled, mondd el! Amikor a halott föltámasztásról szóló szakdolgozatomat bemutattam Szegeden egy tudományos nemzetközi diákkori konferencián, és ezért kaptam egy elismerést, amikor ezt megkaptam, pont abban a pillanatban lépett be az a pap a terembe, aki azt mondta, hogy ő Ukrajnában támasztott fel halottat. Korábban beszélgettem vele erről, és kérdeztem a diátadó után, hogy atya, hogy épp most jöttél ide? Hát nem tudom, épp erre jártam, és azt éreztem, hogy benyitok ebbe a terembe. És én korábban beszélgettem vele erről a témáról, de ő azt mondta, hogy az ő életében nem az volt a legnagyobb csoda, hogy ő halottat támasztott fel, hanem az, hogy az ő édesanyja katolizált Magdjont, és magához vette az oltári szentséget. Így hát a legnagyobb csoda
az a szeretettel való találkozás, a szeretet gyakorlása, hogy mondja kis Szent Teréz. Nézzünk egy másik hasonló gondolatot, amit azért olvasok föl, hogy a helyes arányt megmutassa a kis Eiffel-tornyoska és a nagy között, és hogy mind a kettőre szükség van, de mi a helyes arány. Simone Weil, nagyszerű francia filozófus. A szerencsétlenekkel való együttérzés sokkal meglepőbb csoda, mint a vízen való járás, a betegek meggyógyítása, vagy akár egy halott feltámasztása. Mennyi szerencsétlent látunk az utcán, és látjuk őket igazán? Észrevesszük őket? A szerencsétleneket. Azokat, akiknek szinte a lelkét összeroncsolta valami tragédia, valami kikutathatatlan véletlen akár, ahogy erről időnként Simone Weil beszél. Bármelyikünk életét teljesen tönkretöheti egy baleset, vagy valami tragédia, és szerencsétlenné válunk, és kisemmizetté. És akkor sokan, akik magukat igaznak tartják, azt fogják ránk mondogatni, hogy ó, persze, mert nem akar onnan fölállni, mert ez csak egy hajléktalan. Igen, én is kerülhetek nagyon rossz helyzetbe. És lehet, hogy mindenki újjal fog mutogatni rám, hogy ó, az a pap korábban, na, ilyen volt, most meg ott van, hát miért nem akar onnan fölállni? Igen, ez baj, amikor igaznak tartjuk magunkat, és másokat azzal vádolunk, hogy csak azon múlna, hogy akarjon megtérni, megszabadulni, meggyógyulni, változtatni az életén. A változás nem hiszem, hogy csak emberi akarat kérdése. Ez egy tévedés. Az igazi belső lelki változás az azáltal indul el, hogy valaki együtt érez velünk. Tehát nem magunkat húzzuk ki hajunknál fogva a gödörből, hanem oda jön valaki, és a mi szerencsétlenségünkben velünk együtt érez. És ez a Naimi ifjú föltámasztásának a csodája, ez erről szól. Hogy Jézus együtt érez a szerencsétlenekkel, és azt mondja, hogy ne sírj, és föltámasztja a halottat. Hiszem azt, hogy az együttérzés csodáinak ki kell áradniuk ebben a világban, mindenféle módon. A vigasztalás összes csodája áradjon ki a ti életedre is, és rajtad köröztül másokra is. Akár úgy is, hogy halottak támadnak föl, és jönnek vissza erre az életre egy időre. Akár úgy is, hogy szavaid által Isten vigasztal meg embereket, hogy te magad mondod azt valakinek, hogy ne sír, itt vagyok, melletted vagyok, nem vagy egyedül, imádkozok érted, ha segíthetek valamiben, szólj. Vagy egyszerűen csak csöndben, figyelmesen maghallgatlak, és befogadom a te fájdalmadat a szívembe, és együtt érzek veled. Maga az együttérzés csoda, hogy mondja Simone Weil, én sokszor tapasztalom azt, hogy nem tudok igazából együtt érezni. Segítök, ott vagyok, próbálom azt tenni, amit épp a legjobbnak vélek, de nem mindig érzem azt, hogy az együttérzés az úgy átjön rajtam keresztül, vagy eltalálja azt a másik embert. Lehet, hogy nagyon sokszor nincs bennem együttérzés, sőt, azt hiszem, ez így van. Amit tehetünk, hogy segítsünk. Váljunk olyan emberré, akik segítenek másokon. És akkor majd a segítségbe, mint egy kegyelemként remélhetőleg megérkezik az együttérzés csodája is. Nagyon fontos számomra ez a téma, hogy Jézus föltámasztja a halottakat, az evangélium ABC-nek a K betűje. Hirdess te is, vigasztald ezzel a világot, és imádkozz azért, hogy az Úr akár ilyen csodák által is, vagy más módon, de az emberek hitét fölé lesz abban, hogy Isten jó, hogy Isten hűséges, hogy Isten nem akarja azt, hogy mi elpusztuljunk, hogy mi a halál és a bűn uralma alatt, a sátán uralma alatt örökké kínlódjunk. Jézus feltámasztja a halottakat. Hidd el! Most pedig imádkozz velem, ezt, amit látható lesz majd kivetítve. Nem biztos, hogy ennek az imának minden mondata vagy gondolata éppen a te szívedből is fakad, de remélem, hogy általad is ez most Isten szívét maga érinti, és Isten szíve magasik rajtad, és ő
együtt érez veled, ez biztos. Úr Jézus, hiszem, hogy te vagy az igazság. Köszönöm, hogy szeretsz engem. Kérlek, tegyél szabaddá engem a félelmeimtől. A kisítű rágódástól ments meg, Uram, minket. A kicsinyes gondolkodástól ments meg, Uram, minket. A túl szűkös teológiától ments meg, Uram, minket. A fantáziátlan észtől ments meg, Uram, minket. Uram, ha te vagy az, aki az utcák, a panelházak, a piacok, a média háborgó hullámain könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a virtuális tér káoszán át. Uram, ha te vagy az, aki botrányosan lassú egyházunk háborgó hullámain, a félelmeink örvényén könnyedén jársz, akkor parancsold meg, hogy oda menjek hozzád ezen az egyház történelmen át. Úr Jézus, emelj fel minket önmagadhoz. Egyszerű derűddel vezess ki minket az okoskodás labirintusából. Támasz bennünk hitet, hogy van még élet kicsinyes önmagunk és jó szándékú balgaságunk fölött. Köszönjük, hogy nem ítélsz el minket, hanem reményt és jövőt adsz nekünk.